Elhitte, hogy ebben a hűtőszekrény szállítása közben kifolyt ö, romlott folyadék, hús. romlott hús szaga van, de nyilván ez a gépkocsi lefoglalásra került, és beszállítottuk a szemlére, úgyhogy megállapítást nyert, hogy, hogy bizony ebben emberi, maradvány, vagy hogy holttestől származó anyagmaradvány van. Igen, ennél ott voltam én is, és akinek az egy szakavatott orra van ehhez, és beszakolt abba az autóba, abból tényleg Üdös. kitűnt már akkor, hogy abba valószínűleg egy oszlásnak indult holtestet szállítottak. Köszöntöm a Budapesti Zsaruk Podcast adásának nézőit és hallgatóit. Mai vendégem Kávrán Angéla, rendőr alezredes asszony, a BRFK életvédelmi osztályának kiemelt főnyomozója. Szia Angéla! Szia Sándor! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. A meghívás. Mi kollégák vagyunk, a nézők és hallgatók kedvéért ezt hozzáteszem. Meghívásod apropója egy 2015-ös emberölés, amit itt követtek el Budapesten, és te voltál a nyomozócsoport csoport tagja, illetve te voltál ennek az ügynek a vizsgáló Úgyhogy erről az ügyről szeretnélek kérdezni. De mielőtt még rátérnénk erre a bűncselekményre, kérlek, mesélj magadról, hogy lettél rendőr, hogy kerültél a, a gyilkossági osztályra, egy ilyen csinos, vonzó fiatal nő, nőt. Mi mit vezérel az, hogy kvázi halottak között éljen és végezze a munkáját? Hát még egyszer köszönöm a meghívást, üdvözlök én is mindenkit. Elnézést, ha egy kicsit rekettesebb vagy náthásabb a hangom, de meg vagyok fázva. Hát, hogy a kérdésedre is válaszoljak, ez úgy történt, hogy én kamaszkoromban nagyon-nagyon szerettem a krimiket, Agatha Christine Ed mcbean is hasonló krimiken nőttem, feltélek faltam. Szomszédban volt egy, egy kedves hölgy, akitől mindig kölcsönöztem, illetve kölcsön kaptam ezeket a könyveket, és akkor én elhatároztam, hogy poáró nyomdokaiba lépek, most viccen kívül. Aztán persze, hát miután leérettségiztem, utána már ö, ö, valóban komolyan is gondoltam, és akkor elhatároztam, hogy a bátyám Kávrán Zsolt nyomdokaiba lépek, aki akkor már a 22. kerületi rendőrkapitányságon nyomozó volt. És hát én is jelentkeztem 94. szeptemberében az érdi rendőrkapitányságra, mert én érden laktam, ott, ott születtem, illetve hát a szüleim háza ott volt, és hát érden eltöltöttem Pest megyei rendőrként kellemes 14 évet, tényleg nagyon meghatározó a rendőri pályafutásom alatt ez a 14 év. Végül is egy pár hónap nyomozói munka után én rögtön vizsgáló lettem, és ez azóta is tart a mai napig, úgyhogy... Mit csinál egy vizsgáló? Hát igen, ez jó kérdés. Gyakorlatilag ö, ezt mindig megkérdezik tőlem azok, akikkel én beszélgetek, mert a nyomozó az ugye ö, adott ez egy már. Ez tudott fogalom, ég, hogy a nyomozó mit csinál. A vizsgáló ezt követően, miután a nyomozó felderíti a bűncselekmény elkövetőjét, rábizonyítja azt a... Bűncselekményt, hogy azt valóban el is követte, kvázi előkészíti a, a bírósági eljáráshoz olyan szinten a, a teljes nyomozati anyagot, illetve az eljárást letisztázza, hogy abból aztán a bíróság ítéletet tudjon hozni. Úgyhogy ez egy hosszabb folyamat ezekben az ügyekben, amiben most mi dolgozunk, ugye ez több hónap vagy néha egy-két év is. Úgyhogy nem egy gyors munka. Hát egy sziszi fuccia, aprólékos igen, munka, aprólékos tehát azokat kitartó. a bizonyítékokat ott <laughs> összerakni, hogy azok az <laughs> átláncolatot láncolatot alkossanak. Így Ez van, és hát felület. a nyomozás maga ugye abból áll, hogy azon kívül, hogy a személykörben minden tanút kihallgatunk, illetve hát a gyanúsított személyt, begyűjtünk ezen kívül több tárgyi bizonyítékot, amikre szakértőt rendelünk ki, illetve hát az eljárás során beszerzünk olyan iratokat, amiket mindenképpen szükséges, hogy alátámasztják azt a, azt a bűncselekményt, ami aztán megállja a helyét a bíróságon. meg és a kedvéért mondom, hogy Angéla nagyon jó szakember, csak kiemelt ügyekkel dolgozik, kiemelt emberülési ügyekkel, Úgyhogy az osztályunk, osztályom oszlopos tagja. Köszönöm. Úgyhogy innen is köszönöm szépen a munkára. Na térjünk rá erre a 2015-ös emberölésre. Térjünk. Mesélj róla akkor. Hát, Hogy indult az ügy? Hogy indult az ügy? Az én tudomásom szerint úgy indult az ügy, nyilván én később csöppentem már belevizsgálóként, de ugye volt egy idős ember, akinek eléggé viharos volt már így a családi élete. A nyomozás során ez derült ki számomra, hogy a, az emberi kapcsolatok ebben a családban eléggé eltolódtak a ricség, illetve a harag az egymás iránti féltékenység irányába. És ez az idős ember nem volt jó kapcsolatban a fiával, aki külföldön élt. Majd 2016-ban, 2016 amikor hazajött a fia azt hiszem vagy Csehországban, keresni kezdte hogy az édesapával a nem túl jó kapcsolatot, de nem találta őt abban a lakókörnyezetben, illetve nem is jutott fel hozzá, mert ők nem voltak beszélő viszonyban. Ennek a férfinak két fia volt, és az egyik fiú az mindig megkülönböztetett a figyelmet élvezett egész gyerekkoruktól kezdve, míg a másik fiú az az kevésbé. Hát kevésbé volt szeretett, igen, és, és a Márk volt az, aki, a Márk volt az, aki nagypapának így volt, a ő volt a kedvenc, ő tartotta a nagypapával a kapcsolatot, a, az édesapa, illetve hát a, a kisebbik testvérők, ők ki voltak zárva ebből a kapcsolatból, és hát ennek ellenére azért az édesapa elment a sírhoz, az édesanyja sírjához, ami a 11 kerületben volt, és hát ott azt tapasztalta, hogy még a, ugye az apa, a nagypapa mindig vitki ki a, az édesanyjukhoz virágot, meg ápolta ott a sírt, ez most nem ilyen állapotban van, úgyhogy elmaradt. elmaradt, igen, gyanús volt neki, hogy, hogy akkor a az édesapja miért nem jár ki ettől, függetlenül nem tudott vele ugye kapcsolatot létesíteni. És a... Ugye mert megszűnt a, a márktól jövő információ a család irányába, mert Igen. ő volt az a kapocs, aki Igen. a nagypapa és a család között Igen. az információt szállította oda-vissza. Aztán ez hosszabb ideje megszűnt, és ezért jött haza a... Így van, nyilván tehát a Márk egy olyan prioritást élvezett a nagypapa részéről, hogy ott anyagilag is támogatta, tehát havi apanást kapott, ilyen százezres nagyságrendben kapott támogatást a nagypapától, illetve lakást vett neki, mondta 11 kerületbe, és hát azt hazudta, hogy ő főiskolára jár, tehát hogy, hogy ezt támogatta a nagypapa, hogy az ő nagyobbik unokája az egy tanult ember lesz, és erre büszke volt, holott ez közel sem így volt, hiszen kiderült már a nyomozás elején, hogy már erotikus filmekben szerepel, és hogy igazából ne ez a kereső szakmája. Így van, és a főiskolának még szerintem a közelébe sem volt, vagy ha fel is vették, de azt talán az első fél év után abba hagyta. Annál jobban szeretett nagy lábon élni. Így van, viszont szerette a szép autókat, meg a luxust, úgyhogy ez bizony nagyon sok pénzbe került, és mindent megtette azért, hogy a nagypapával minden több minél több pénzt kicsikarjon, viszont hát ez csak magának akarta, úgyhogy úgy valahogy úgy elszeparálódott a nagypapa a család többi tagjától, tényleg, hogy egyáltalán nem beszéltek, és a másik unok az teljesen kiszorult. Sőt, egy konzervatív a... ember is ő, volt alapjában. Igen, ő egy, ő egy műszaki beállítottságú ember volt, ezt úgy később megtudtam, de egy nagyon merev és, 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 és konok ember, úgyhogy... Nem tudom, hogy a, a nagypapa és illetve a fia között mi volt pontosan az a helyzet, ami miatt ők köztük a kapcsolat ilyen módon megszűnt, hogy nem, nem beszéltek egyáltalán, illetve a kisebbik unokával sem volt hajlandó beszélni, de számomra döbbenet volt, hogy mikor kiderült ugye már, hogy meghalt, és felhívtam a... a fiát, hogy el kéne temetni az idős embert, nem volt rá hajlandó, tehát még ezt sem intézte hónapokig, úgyhogy én azt hiszem, hogy a, az állam temettette el uh -huh. a sértettet. Na térjünk vissza, tehát haza hazajön a, a... a, a az idős bácsinak a fia ja, Csehországból kimegy, már megszűnik ugye a kapcsolat, kimegy a temetőbe, látja, hogy ott nincs gondozva a sír, ez gyanussá tesz a dolgot, és elmegy majd a 11. kerületi Tétény úti panelházhoz, és akkor csönget a nagypapa lakásában. Mi történik ott? Hát igazából ott nem talál senkit, és hát a szomszédokat próbálta kérdezgetni, hogy, hogy mit tudnak az ő édesapjáról, akik azt mondják, hogy már hónapok óta nem látták, tehát nem tudnak ő se róla, és uh, miután sikerült a Márkkal is fölvenni a kapcsolatot, ő azt állítja, hogy... <coughs> nagypapa kiköltözött Sziget Szent Miklósra valami barátjához, és hogy ott köszöni szépen, jól van, de továbbra se akar se vele, se a kisebbik öcsével találkozni. Úgyhogy ezt így el is fogadja, csak aztán azt tűnik fel még az édesapának, hogy mások laknak abba a lakásba, és azt viszont kizártnak tartotta, hogy, hogy az édesapja eladta volna ezt a 11 kerületi ITT nyúti lakást. Meg hát nyilván az öröksége és a pénz körüli Hát mondom, irigység, illetve féltékenység ö, véget. Aztán elmegy a, a 11. kerületi rendőrkapitányságra, és megteszi a feljelentést. És ott eltűnés miatt? Így van, utána el, eltűnésben elindul a nyomozás, aztán ö, végül is a, az ingatlan körüli vagy nem tudom, hogy fogalmazzam miatt, uh, ugye elindul egy, egy büntető eljárás is csalásban, és aztán uh, minek utána tényleg a nagypapa létét nem sikerül megállapítani, sőt ez a, ez a ház vagy lakáseladás körüli ügylet sem tűnik tisztának, ezért aztán átteszik ugye a BRFK életvédelmi osztályra a nyomozást. Igen, a kerület szól, hogy több is lehet az eltűnés mögött, mint sem egy <laughs> sima eltűnéses sztori, hanem egy fajsúlyosabb, akár életelenes bűncselekmény, és ekkor kapja meg a BRFK életvédelmi osztálya ezt a, <laughs> az ügyhalmazt, hisz ugye akkor még mindig eltűnésbe folyik egy ákhelyrejárás, illetve a, a, lakás eladásával kapcsolatban van ott egy ilyen csalásos, okirathamisításos <laughs> sztori. Kik még az ügy szereplői? Tehát beszéltünk ugye a, a nagypapáról, beszéltünk a márkról, a márk apukájáról. Igen. Kik vannak még benne? Ö, hát időközben kiderül, hogy ugye a márk ö, ahhoz, hogy ezeket a fondorlatos bűncselekményeket el tudja követni, megkérte egy idős kollégáját, aki a nagypapájával egykorú, tehát ilyen 80 éves körülbelül a bácsi, hogy, hogy és szintén ugye. A szerepet... Igen, ő a Gyuri bácsi. Ő a Gyuri bácsi, igen, hogy helyettesítse az ő nagypapáját mind az ingatlan adásvételénél, mint pedig ugye az okmányirodába a személyigazolvány készítésénél, és hát egy-két ilyen ügyletnél, mint például az OTP-nél a számla átvezetése, Persze, hát Gyuri bácsi gyanúsítottként lett szintén kihallgatva az ügybe, és ő egy nagyon jó hiszemű idős bácsi, aki meg megette, hogy így fogalmazzam a Márknak a, azt a simulékony és, és nagyon behizelgő modorát, hogy igazából csak azért van szükség az ő jelenlétére, mert a nagypapa nagyon beteg, már nem tud a saját lábán elmenni se, a véd, se az ügyvédhez, ugye az adásvételi ügyletet lebonyolítani, se nem tud elmenni a az okmányirodába, úgyhogy végül uh, is Gyuri bácsink, hát így jóhiszeműen, nem is tudom, pár ezer forintot kapott talán, tényleg nem sokat, tehát nem anyagi haszonszerzés volt az ő közreműködése, hanem csak egy ilyen jó szemű idős ember volt, akit sikerült rávennie ezekre. a. És van még egy szereplőnk? A kata. Ja, hát igen, tehát Márknak, a, Márknak az élettársa egy nagyon csinos fiatal lány volt, hát szintén, viragokhoz. szintén pornozzuk. Hát persze ők is. És az ő nevén van egy IP cím, mm. ugye? Azt is majd mindjárt elmondjuk a nézők és hallgatók részére, hogy, hogy ez mi szerepet játszik ebbe a történetbe. Tehát ugye ott indult, a, vagy folytatódik, a, vagy folytatódott a, a, történet, hogy ugye, vagy a nyomozás, hogy először a, az ingatlan adásvételével kapcsolatos dolgokat néztétek át, ugye? Így van, tehát az kiderült akkor már, hogy belet kérve, hogy ilyenkor mindig az adásvételi szerződést a földhivataltól beszerezzük, belet szerezve az okmányirodától az eredeti sértetnek, tehát az idős Istvánnak a fényképes igazolványa, illetve az aláírás mintapéldány, amivel ő már nem élt, tehát tőle már nem lehetett írás mintát szerezni, illetve hát a Gyuri bácsiként belépő új személyigazolvány ö, ö, személye, meg, meg majd Márkunknak is az, az, összes irata, és akkor ezt ilyenkor írászakértői vizsgálatra elküldjük, és kiderült, hogy bizony hát ezt az adásvételt már nem az idős sértettünk írta alá, hanem már Gyuri bácsi, mint mint a sértettünk. És látszott is ugye, hogy a személy az más fotó. a fénykép. Nagyon hasonló volt, mert mind a két idős úr tényleg hasonló arcberendezéssel és, és kopaszon ö, szerepelt, de mégis ö, eltérő hát, volt. Nem, nem elti persze. Csak hát, az ügyvédet... hát egyszerű volt kivitelezni, hiszen ö, a Márk bemegy mondjuk a, az okmányirodába, viszi hát, magával a Gyuri bácsit, van, viszi elvite. a nagypapának a születési anyakönyvi kivonatát, van. és igazolja Most a Márk, hogy a Gyuri bácsi az ő nagypapája. Van. És így lett egy új személyigazolvány, ami első és körben és ugye kellett az ingatlan adásvételi szerződésének. És hát a vevőket is megtévesztették. A, az ingatlannál, a TT lakásnál a tulajdon adott, azt uh, tudtuk, hogy mennyi volt, egy ketted volt a. Egy ketted egy ketted igen, tehát végülis csak a fele ingatlant adta el a Márk, mert a másik része az övé volt, tehát a fele ingatlant adta el a nagypapa nevében de hát 12,5 millióért sikerült eladni azt az ingatlan 2010 Amit majd fél év múlva 2011. meg el is adnak, még igen. vagy 4 millió drágábban. Hát igen. Áron alul. Igen. Aztán a kellett még a személyigazolvány ahhoz, ugye, az IP címhez. Így van. Tehát... Az mit, mit szélsz, <laughs> Igen, tehát egy nagyon kis fifikás pénszerzési pénzszerzési módot talált ki magának a márk. Azt találta ki, hogy ugye a nagypapa hogy még ne tűnjön fel, hogy elhunyt, folyosította a nyugdíjfolyosító az ő folyószámlájára továbbiakban is a nyugdíjat, de hogy hozzáférjen, ezzel az IP címmel módosította a internetbankon keresztül. És ezáltal ugye, hogy a nyugdíjfolyosító utalta a nagypapa fizetését, vagy a nyugdíját minden hónapban, azt utána ő szépen leemelte. Nem kellett már kártyázni a. Nem, de egyébként használta a kártyát is, tehát oly módon, mintha nagypapa élne, sőt, még olyanhoz is folyamodott, ezt úgy ezt, menet közben a vizsgálat során derítettem ki, hogy még az házi orvosnál is megjelent, hogy a nagypapa elküldte őt receptér, és azt is kiváltotta. Tehát már az elkövetést ö, ö, után háromszor is ment receptér a, a házi orvoshoz, és kiváltotta a nagypapának azokat. A, tehát ügyelt a, arra, hogy ö, ő az, azt, a a, é, úgy, a hogy azt a látszatot, hogy még a nagypapa él, és ő jár el helyette. Még, még mindig eltűnésbe vagyunk, tehát ö, próbáltuk, ugye, vagy próbáltátok összeszedni azokat az adatokat, információkat, ami majd ö, megalapozza azt, hogy itt igen egy emberülés történt, és nagy valószínűséggel ennek az elkövetője akár majd még a Márk is lehet, vagy a Márk személy szerint. Volt egy kimutatás is, egy diagram is készült, majd ezt bejátszuk képileg a nézőknek is, hogy vizuálisan is el tudják képzelni, ahol több évre visszamenőleg 2015, nem is több, 2015 év elejétől 17 év végéig ki lehetett mutatni, hogy milyen pénzmozgások voltak, a, a nagypapa számláján, és ugye itt azért ez is igazolta az ő profilját. Tehát ez is gyanussá tette magát a bűncselekményt, hogy egyszer ugye nem gondozta a nagymama sírját vagy a feleséges írját, ami, amihez azért ő ragaszkodott és szerette a feleségét. Ugye eladta azt a lakást, amit SZÁGában nem volt eladni, hiszen ezer éve ott lakott már, és, és ahhoz a lakáshoz ragaszkodott, illetve a bank számláján lévő pénzösszegek, mert ő soha nem ment mínuszba a számlával. Ellenben a kimutatás alapján már látszott, hogy 2015. áprilisát követően már mínuszba megy, a a, a, számlája, amikor jönnek rá a nyugdíjak, tehát ez a halmaz alkotta, vagy adott olyan információt, igen, hogy itt, itt valamilyen műncselekmény történt. Igen. hát ha jól emlékszem, mert mondom, tehát a nyomozás kezdeti szakaszát ugye még azt nem én ö, csináltam, de ö, úgy tudom, hogy ugye ö, mindenképpen a Márkhoz kötődtek ezek a ö, felmukkanó adatok, és hát nyilván kellett az ő személye ahhoz, hogy, hogy őt is meg lehessen kérdezni, hogy mit tud a nagypapáról, hiszen ő volt az az egyedüli személy, aki kapcsolatban volt vele. A lakáson kívül még elment egy garázs is, igen, eladta felült. a lakáshoz tartozó garást is, hát is a... sőt a nagypapának a Volkswagen pólóját is. hát volt egy, é... van a épület Igen. komplexum, ahol a nagypapa Igen. lakott, egy tíz emeletes háznak a x emeletén, Igen. és ennek a háznak az aljában volt egy garázs, Igen. amit majd pár hónapra rá megint Igen, ugyanezzel hát. a módszerrel, Gyuri bácsin közreműködésével eladnak, és a, az autó is, ami a nagypapája volt eladásra került. Igen. Tehát miután föl lett térképezve a, a, gazdasági helyzet idézője betéve, mind a márk, mind a nagypapa részéről mi következett? Utána voltak helyszíni szemlék, gondolom, Igen. lakásban, garázsban, illetve majd egy autóban, de ezt majd most mindjárt elmondod. Lakás minek utána eladásra került, és ott már egy új család élt, ezért ott a lakásban már a helyszín szemle nem vezetett eredményre, ellenben a, garázsban megpróbáltunk anyagmaradvány után kutatni, de a vegyszeres elemzése vezetett eredményre. látott látótérbe került egy gépkocsi, ami a márkédes édesanyjának a párjáé volt, és a nyomozás során ő is ki lett hallgatva, és elmondta, hogy a már 2015 tavaszán kölcsönkérte tőle ezt a furgont, és állítása szerint egy hűtőt szállított. De a Márk, se, a Márk igen, de sajnálatos módon, vagy a mi szerencsénkre inkább, lerobbant vele a tízkerület éles saroknál, és ott hagyta úgy, ahogy volt az autó, és ő érte ment, de nagyon-nagyon büdös volt az autóba, hát nyilván elhitte, hogy ebben a hűtőszekrény szállítása közben kifolyt romlott folyadék, hús. romlott hús szaga van, de nyilván ez a gépkocsi lefoglalásra került, és beszállítottuk a szemlére, úgyhogy megállapítást nyert, hogy, hogy bizony ebben emberi maradvány vagy hogy holttestől származó anyagmaradvány van. Igen, és ennél én ott én voltam én is, és akinek azért szakavatott orra van ehhez, és beszakolt abba az autóbabból, tényleg üdös. kitűnt már akkor, hogy abba valószínűleg egy oszlásnak indult holttestet szállítottak. Erre ráerősített még a tetemkereső kutya is, illetve majd vegyszeres nyomkutatás is lett végezve, amit a BRFK bűnügyi technika osztálya végzett, és majd ebből is játszunk be Képeket. Látszik, hogy lumineszkálnak nyomok, amely humán eredetű anyagmaradványok. Tehát ekkor már biztosak voltunk benne, hogy nagy valószínűséggel a nagypapa holttestét, ami már oszlásnak indult, szállított el, nagy valószínűséggel már A pontból B pontba. Csak azt kellett megtalálni, hogy hová. Ebbe azért próbáltunk nyomozni és területeket felderíteni, és kutatni, de sajnálatos módon ugye eredményre ez nem vezetett. Hát önerőből nem, de hát aztán már meg lett 2017. június elején Győrben. Egy és panzióban. Egy panzióban, igen, ott éldegélt, édesdeden, két évvel a nagypapa meggyilkolását követően. Ugye nehéz volt őt megtalálni, mert ő azért utazgatott Budapest Igen. és hát, Prága és Csehország között, illetve Amerikába. Váltogatta mindig a, a telefonjait, illetve a kapcsolatait, és már a Katával sem volt meg az a nexusa, mint ami annak idején megvolt, de szerencsénkre sikerült ezt a Győri Panziós címet meglelnünk, és oda még egy pénteki napon mentek le talán a, a srácok, és uh -huh. uh, szerencsére ott a recepciós felismerte őt fényképről, és mondta, hogy pont most ment el a közértbe, úgyhogy hozta is a uzsonnáját már és a kollégáim akkor felhozták Pestre. Így van, és így fennakadt a rostán. Aztán hát az első vallomása során tagadott, és hát akkor még tartotta magát azokhoz a, az állításaihoz, hogy hát nagypapa, ugye Sziget Szent jó van, ő ott beszélt vele, Nyilván a családi kapcsolatairól még akkor annyira nem, nem akart beszámolni, de hát minek utána ö, szükséges volt ö, ö, a továbbiakban is ö, nyomoztunk az eltűnéssel kapcsolatban, és ö, sántított az ő vallomása, hogy poligráfos vizsgálatnak lett alávetve, és az bizony kihozta, hogy ő hazudik arról, hogy a nagypapa jól van és él, és ö, minden rendben vele, úgyhogy tudja, hogy hol van elrejtve. Tudja, hogy hol van elrejtve, így van, és akkor ezután egy folytatólagos kihallgatás során azzal a sztorival állt elő, hogy <kül> ugye a Gyuri bácsit, akit már említettünk, hogy kollegaként bevonta ebbe a, ezekbe az ügyletekbe, ő hát megkérte, hogy menjen fel a nagy papához és vegye rá, hogy, hogy adja el a lakást, és uh, mire. Gyuri bácsi felment, és ő is utána ment, addigra ő ott találta a nagypapát Holtan a lakásba Gyuri bácsival, és hát az volt neki elsődleges, vagy kézenfekvő megoldás, hogy akkor a nagypapát gyorsan eltünteti, nem szól a hatosságoknak, hanem megpróbálják így megúszni, és Gyuri bácsit menteni. Úgyhogy ezt követően akkor... És hogy tüntették el? Vagy hogy tüntett el? <laughs> Igen, ezt akartam mondani, hogy... hogy az volt az ő megoldása a nagypapának az eltüntetésére, hogy elment vett kukászsákokat, és a kukatárolóban lévő lakotelepi kukák közül egyet felcipelt a lakásba, szépen becsomagolta ezekbe a kukászsákokba a nagypapát, akkurátusan összetekerte szikszalaggal, és feje lefele belehelyezte a kukatárolóba, majd fogta ezt a holtestelteli kukát, és levitte a lakáshoz tartozó garázsba, hogy majd ott az eládogál. És akkor végül is uh, utána még egy kicsit a kihallgatás során uh, tartotta magát ehhez a, ehhez a, verzióhoz. Persze hát a Gyuri bácsi kihallgatása ezt nem igazolta, mert ő azt mondta, hogy ő ilyenben nem vett részt. Semmi erről nem, nem volt szó az ő esetében. Ő beismerte, hogy, hogy valóban részt vett azokban a cselekményekben, amikor a lakás eladásra került, illetve hát elment a, márkal az okmányirodában a személyigazolvány elkészítése véget, de, de az emberölést azt ő teljes mértékben cáfolta, illetve tagadta. És mivel a poligráfon is ugye hát megbukott már ezért közben a, a holtesthez eljutottunk, megmutatta, hogy, hogy hol van, ami akkor már nem a, a lakásban, a lakáshoz tartozó garázsban volt. Hiszen addigra már azt is eladta. Így van, eladta, hanem még Bérelt egy tízkerületi szövőutcai garást, és oda átszállította ezzel a gépkocsi valami, ugye aztán lerobbant alatta, és az éles sarkon ott hagyta. Tehát így minden összevágott egyelőtt. mindenre számítottunk, igen. vagy igen. számítottatok, csak arra nem, hogy egy újabb garázsba depóztatjátok. Igen, a... és Én hát a azt papás. is teljes hitelesen ugye kibérelte ingatlanbérleti szerződéssel, úgyhogy ott a tulajdonos egy kicsit megdöbbent, hogy az ő garázsába ott van már egy éve egy ilyen ö, holtest feje lefele egy kukába. Úgyhogy ő ezt a, ezt a Szövőszék, szövő utcai ö, garást megmutatta nekünk, ott feltalálásra került a, az elhunyt sértett, és ö, ezután ö, a sote boncolás során Megállapítást nyert, vagy bebizonyosodott, hogy, illetve hát először először természetes okú halált hozott ki a, a, szak, a szakértő, aztán végül is kiderült, hogy a koponyán egy, egy 5-6 mm-es anyagfolytonossági hiány van, ami bizony már nem a természetes okú halál, hanem valamilyen eszköz okozta. A poligráfnál ő szintén a természetes ö, ö, halára reagált be, tehát nem erőszakos úton halt volna meg a nagypapa, de ez mind azért volt, hogy próbálta eltitkolni az elrejtésejét, és ezért ö, mutatott ilyen reakciókat a, a vizsgálat során. E, nem aztán, nem amikor ö, megtörtént a igazságügyi orvosszakértői szakértői boncolás a SOTÉN, ott mivel, hogy fejjel lefelé volt a holtest, és folyamatosan nyomódott a hónapok során, és esett össze, a, a, a hajas fejbőr, illetve a kemény burok alatti kemény buroki rész az teljesen összesimult, ezeket aztán majd formalimba helyezte a szakértő és majd ö, egy pár óra elteltével ezeket a ö, anyagmaradványokat újra, ö, vagy szöveteket megvizsgálta, és akkor derült ki, hogy tényleg egy ö, kilences ö, lyuk ö, található Én mind a hajas, lett, igen, a, hajá, a, a hajas fejbőrön, a kemény buroki részen, illetve a, a koponya csonton. Ö, akkor a m, sotéra hívtunk egy ö, fegyverszakértőt, aki aztán megállapította, hogy ez ö, nagy valószínűséggel egy ilyen sertéskábító patronos Pisztoly. Igen, arra emlékszem, hogy nem fegyvert, tehát hogy azt kizárták, hogy ez, ez éleslő fegyvertől származhatott, csak már erre a disznóölös, hogy hogy jött át ott érve erre nem emlékeztem. És akkor így lett újra előkapva a márk, márk. és akkor már meggyanúsítottuk egy emberöléssel, ahol is ugye első körben nem is tett vallomást védői javaslatra, aztán... Újra beszélgettünk vele egy pár órát, és meggyőztük, hogy mégis jobb, ha egy beismerő vallomást tesz, hiszen... Ha nem tesz, akkor lemond a védekezés ezen formájáról, hogyha a szakzsargont vagy a, a figyelmeztetést jogi formuláját akarom ide idézni. A másik meg az, hogy azért, aki segíti a nyomozóhatóság munkáját, vagy hogy tesz egy beismerő vallomást, az némileg enyhítő körülményként számíthat a, a bíróság előtt, és akkor hát lényegében egy ténybeli beismerő vallomást tett, ami miről is szólt. Ő arról szólt, hogy hát akkor így újra bevonódik a családi szerepe. Ő azt mondta, hogy egy ilyen nagyon ideges téthelyzet volt az ő számára, amiért elkövette ezt a bűncselekményt, ugyanis az édesapa és a fiatalabb öccse fenyegette őt, hogy elárulják az ő életvitelét a nagypapának, és ezt szerette volna megúszni. Tehát nem szerette volna, hogyha a nagypapa megtudja, hogy ő miből él, meg hogy eladta a tőle kapott lakást is időközben. Mert ugye a Móriczsigmond körny tér ott környékén még az eseményeket megelőzően ő kapott a nagypapától egy lakást. Igen, és és arra ugye arra a nagypapa megállandóan... Kérdeztem ezt... mindig tőle, hogy hogy milyen a lakás, mikor viszel oda, mikor láthatom. Mindig az azt ablak, az unta, hogy fújja, a szél, a Felújítják, függöny. meg majd megyünk. Úgyhogy végül is ez a cselekmény, ez egy eh, 2010. április 4-én volt a Húsvét szombatján, hivatalos volt a nagypapához most még szombatján, a már így van. Vacsorára. És úgy volt, hogy onnan meg majd átmennek. Onnan majd átmennek, és megmutatja. Úgyhogy de hát nagyon izgult, hogy, hogy most mi lesz, mi lesz, mert közben meghívogatta őt, mind az édesapja, mind a, az öccse, hogy ott állnak a ház előtt, fel akarnak menni, mindent kitálálnak nagypapának, úgyhogy nagypapa is mondta, hogy látja őket, hogy ott van lent. És hát ez a disznóölő fegyver meg úgy került elő, hogy állítása szerint előző héten már nagypapa mondta neki, hogy hát megtanítalak én, hogy hogy kell ezt használni, hogy ha láttál-e már ilyet, meg hogy hogy kell disznótölni. És akkor még egy kartonpapírra lőttek, de mivel ezen az estén meg ilyen, ilyen szorított helyzetben volt ő egyszer csak fölkapta ezt a disznóölő fegyvert, és a neki háttalálló nagypapa tarkójára oda tartotta. És egy... Ér éppen csöngettek. Tehát igen, a, nem, nem, csak telefonon zolgatta az apa <coughs> meg a tesó, hanem állítólag a márk elmondásából ők ott voltak a háznál. Ott álltak, azt igen, mondom, és, én igen, én és integettek neki, hogy hát, már most is meg kell szintvallani is. a nagypapánál. Tehát, ugye ő nagyon-nagyon sarokba szorítva érezte magát, úgyhogy végül is ez egy ilyen utolsó elkeseredésébe léphette meg ezt, hogy, hogy nehogy már a nagypapa megtudja, és én nem is mérte föl szerintem, hogy innentől kezdve mibe, bonyolódik bele, mert még azt se tudta egyébként, hogy a végrendeletet az ő nevére hagyta a nagypapa. A tétényű. Mindent. Tehát az összes Ingo ingó ingatlan át mindre. Tékozló gyerek így találtam meg a Egy. nagypapa kedvességet. Na és akkor fejbelőtte a papát, utána mi Lőtte történt? A papát. Ő... Egy ő pár órát ott ült a lakásba a holtest fölött, aztán jól végezte dolgát, ott hagyta őt, és akkor másnap már onnantól kezdve valóban az van, amit korábban is mondott, vett kukazsákot, vett, felvitte a lakóházi kukát, szépen becsomagolta a nagypapát, berakta a kukába, feje lefele, és levitte a lakáshoz tartozó garázsba. És addig ott tárolta, még el nem fagyott a Én pénze, van, a, amit a lakásból nyert, és ugye Én. azt a la, garást is el kellett adni, hogy újra legyen Én. pénz, és ezért a kellett felélte. átdepóztatni. Mondjuk ez a nyomozásban, vagy a, az én még nem is találkoztam egy ilyennel, hogy e, 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 mondjuk egy sértetet átdepóztatnak e, egyik garázsból a másikba. Mindenre gondoltunk, vagy gondoltatok a, az eljárás során, hogy hol lehet a holtest erre? Nem is tudtam megmagyarázni, hogy miért nem, miért nem ásta el, vagy miért nem tüntette el, tehát ez nem, nem is jutott eszébe, ez volt neki észszerű, hogy, hogy, Bekukázva valahol ott áll. Teljesen logikátlan, mert nem. nyilván fizetni kellett annak Persze. a garázsnak a bérleti díját is. Egész, egész jól becsomagolt a, a, a papát, tehát elég hermetikusan Igen, meg lezárta, az mert, az mert, a... mert még a, a szak sem árad ki, és nem is volt így feltűnő. Mi okozta a bizonyításban a nehézséget, ha hát egyáltalán volt nehézség ennek az ügynek? Ö... Hát igazából innentől kezdve, hogy már megvolt a holttest, megvolt a, a, az eszköz, ami, ami lehetett, illetve hát volt egy beismerő vallomásunk, az, az volt a nehézség a, a vizsgálatban, hogy ugye sokrétű volt, tehát a lakáseladások, a, a garázs eladás, az autó eladás, ez egy nagyon hosszadalmas és sok uh, időt igénylő uh, folyamat, úgyhogy ezt kellett végül is csak bebizonyítani, a pénzmozgásokat végigre játszani, hogy, hogy mikor mennyit utalt, hova utalt, mondom az orvos szakértői véleményeket ugye Bevárni, illetve hát, hogy a, a házi orvost, meg minden szereplőjét, tehát a házlakóét végigjárni, mindenkit kihallgatni, és, és tényleg uh, lépésről lépésre ugye visszamenőlegesen lezongorázni, hogy mikor kilátta utoljára a nagypapát, mert ez is egy kvázi uh, hozzávetőleges időszak volt hogy már talán fél évvel korábban se látták, de a Márk állítása szerint ez a husvéti szombati nap volt a cselekmény időpontja, úgyhogy ö, mivel nem lehetett megállapítani a holtest állapotából, hogy mikor az elkövetés, ezt kellett elfogadni tényként, úgyhogy ez maradt az elkövetés időpontja is. Ö, az emberülésnek vannak minősített körülményei. Ebben az esetben valamilyen minősítés Magyarát, igen, ugye? Ö, igen, mi a nyomozás során ö, nyerességvágyból elkövetett emberölésre és minősítettük, és ezt a fővárosi főügyészség helyben is hagyta. Aztán időközben, ö, miután már a, a vádirat is megszületett, módosították a jasindokra, és ö, ehhez képest még az elsőfokú bíróság sima emberölésre minősítette. Persze hát a, a járulékos bűncselekmények, mint a csalás, többrendbeli közokirat, hamisítás, magánokirat, hamisítás, ez mind megállt. Ellenben a másodfokú bíróság ö, ö, megtartotta az aljas indokból elkövetett emberölést, és egy folytatólagos haszonszerzéses csalásra minősítette, tehát, hogy nem, nem maradt meg a rendbeliség. És ebben már van is ítélet? Már van, 19 évet kapott fegyházba, úgyhogy meg ö, kapta azt a büntetést, amit, amit, megérdemelt. amit megérdemelt. Így van. A Márkon kívül ö, a többi szereplő, a Kata és a Gyuri bácsi azok ö, milyen bűncselekményt követtek el, ha követtek el, és ö, milyen büntetést kaptak érte? A kata szerepe az eljárás során végig tanul, volt, tehát ő tanúként lett kihallgatva, Gyuri bácsit pedig, ahogy említettem, korábban őt meggyanúsította a hatóság, és több rendbeli magánokirat, illetve közokirat hamisítás véget végül pénzbírságra ítélte őt a ítélőtábla. Tehát a nyomozás és a vizsgálat megállapította azt, hogy a, sem a Gyuri bácsi, sem a Kata nem tudott magáról a bűn életes bűncselekményről. A Gyuri bácsi csak idézője tévedésből, vagy jó ment el, és követte el ezt a fajta okirathamisítást, mint bűncselekményt. A Kata meg semmit nem tudott az egészről, ő neki csak előtt, az IP címe játszott minket. ebbe a sztoriba, de, de azt sem tudta pontosan, hogy miért. Így van. Jó van, köszönöm szépen, Én is hogy köszönöm. eljöttél, és hogy elmesélted vagy beszélgettünk erről az ügyről nézőinknek és hallgatóinknak pedig a figyelmet vigyázzanak magukra jövő héten csütörtökön újra találkozunk viszont hallásra viszont látásra